ezen a forgalmas szekszárdi útszakaszon koccant bele az erősen ittas férfi az egyik zebra előtt álló autóba, 10 üveg sört ivott, mielőtt a volánhoz ült. Nem ez volt az első hasonló esete, korábban kétszer már elítélték ittas vezetés miatt, a balesetben most senki nem sérült meg, a férfi viszont elszaladt a helyszínről, mire a rendőrök odaértek. Egy innen nem messze található kocsmában fogták végül el, ahol tovább ivott. Az ügyben most tartott tárgyalást a bíróság. A bíró szokatlanul szigorú büntetést szabott ki a többszörös visszaeső ittas vezetőre. A vádlottat ittas járművezetés vétsége miatt 30 nap elzárásra és 100 000 forint pénzbüntetésre ítélte, valamint 2 évre eltiltotta a járművezetéstől. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész nem elégedett meg az ittas sofőr 30 napos börtönbüntetésével. Azt szeretné, ha a férfi hosszabb időre kerülne a rácsok mögé.